A jelenleg elérhető és jutalmakkal teli Rift, illetve az ezzel együtt érkezett Tome a Splendor nevet kapta. Aranyozott, pompás ruhákban díszeleg minden kollekciós karakter, és a küldetések teljesítésével még többet tudhatunk meg a főszereplők eredetéről. Viszont az egyikük, és akkor egészen pontosan a gyilkos, nem épp a legegyszerűbb. A képességét megérteni ugyan hamar meg lehet, viszont elsajátítani? Na, az már egy másik téma. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha jól jönne néhány tipp artisthoz, szeretnéd meglesni, hogy milyen perkek vagy addonok jók rá? Vagy akár az ellene való counterplay érdekelne? Akkor tarts velem! Ugyanis ezekről és még többről lesz szó a Goosebump mai videójában. De még mielőtt rátérnénk artistra, szeretném megköszönni a csatornatagok támogatását. Rengeteg videó felvételét megkönnyítik a segítségükkel, és az általuk választott összeggel a nagyobb projektek létrejöttéhez is hozzájárulnak. Illetve külön köszönete a képernyőn látható gyártásvezető és produkciós asszisztens tagoknak. Illetve még maradva a tagoknál. Feltettem nekik a kérdést egy YouTube poszt formájában, hogy mire lennének kíváncsiak egy artist útmutató videó keretein belül. Ők erre válaszként le is írták a kérdéseiket, és ezekre a videó folyamán fogok majd válaszolni, ahogy haladunk sorban az artisttal kapcsolatos tippekkel. Illetve a videót három nagyobb részre osztottam. Ha téged csak valamelyik szegmens érdekelne úgy kifejezetten, akkor bármikor lehetőséged van oda tekerni a megtekinteni kívánt részhez. Viszont most már tényleg kezdjünk vele. Először is tisztázzuk artist képességét. Nem túl bonyolult, de azért olvassuk el együtt úgy, ahogy azt a készítők megfogalmazták. Artist képessége a Keen madarai nevet kapta. A képesség három tokennel kezd. A képesség gomb megnyomásával és nyomvatartásával egy repülési utat tud maga elé vizualizálni a gyilkos. Eközben a támadás gombot megnyomva, egy tokenért cserébe egy varjút tud lehelyezni a játékos abba az irányba nézve, amerre épp a gyilkos is néz. Ezek a varjuk 10 másodpercig maradnak meg egy helyben, mielőtt szétfoszlanának. Az idő azonban minden egyes alkalommal visszaáll, akár hányszor egy új varjú kerül megidézésre. A varjuk auráját artist folyamatosan látja. A másodlagos képesség gomb megnyomásával útjukra lehet küldeni a varjakat. Ha ezek egyenesen kontaktba lépnek egy túlélővel, az megsérül, a varjú pedig instant megsemmisül. Ha azonban a varjú 7,5 méternél távolabbra száll, vagy áthalad egy tereptárgyon, egy rajjá válik. Amennyiben egy raj egy túlélő mellett száll el, 3 másodpercre killer instinctel fogja mutatni a játék a túlélő tartózkodási helyét. Ha viszont egyenesen egy túlélőt ér egy raj, ellepik a madarak az adott túlélőt. Ha ellepett állapotban egy újabb raj száll a túlélőnek, megsérül. A túlélők körül repkedő madárrajt artist folyamatosan látja, kivéve ha elkezdik elhesegetni a madarakat. Ilyenkor 2,5 másodperc után elrejtésre kerül teljesen a madarak holléte. A túlélők a rajtuk lévő rajt egy 8 másodperces interakció után le tudják magukra üldözni, vagy instant szétfoszlanak, ha bebújnak egy szekrénybe. És akkor nagy levegő. Tudom, hogy ez most teljesen új játékosoknak egy... mi a f***? Bonyolultságú képesség lehet, de lényegében madarakat tud lehelyezni a gyilkos, amikkel lehetősége van vagy instant megsebezni a túlélőket, vagy ha túl távolra megy a varjú vagy átmegy valamin, akkor ellepi őket egy madárraj. Ha ez idő alatt még egy raj érintkezik a túlélővel, akkor ugyanúgy megsérül.
De akkor se kell teljesen aggódni, ha nem ér célt egy madár vagy raj, mert a gyilkos ösztönök megmutatják a közelben lévő túlélők tartózkodási helyét. Most pedig, hogy mindannyian megértettük Artist képességét, legalábbis remélhetőleg, térjünk is át a különböző játékmeneti tippekre és stratégiákra, amiket érdemes lehet észben tartani, miközben artisttal játszol. Kezdeném is az egyik gyártásvezető kérdésével. Kiknek ajánlanám artistot? Ami biztos, hogy egy kezdő killer player nem nagy eséllyel fog sok sikerélményt szerezni. A következőkben olyan tanácsokat és stratégiákat fogok megemlíteni, amiknek az alapjai azok az alap gyilkos ismeretek. Artist az előre gondolkozás egyik mesterelméje a DBD-ben, és ha valaki még csak ismerkedik a szerepkörrel, akkor ezek egyszerűen nincsenek meg neki. Viszont ha már van jócskán tapasztalatod killerként, és szeretnéd a crossmap hitek érzését megtapasztalni, akkor érdemes lehet elgondolkozni artiston. De akkor most már tényleg kezdjünk bele a tippekbe. Artisttal a legfontosabb dolog, amire törekedni érdemes, az a zónázás. Ez azt jelenti, hogy a madarak lehelyezésével megpróbálod kiterelni a túlélőket a pálya széle felé, hogy könnyen lehetőséged legyen őket megütni. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem feltétlenül kell rámenned a madarakkal való sebzésre. Sok tapasztalt túlélő fog egyből lúpokat otthagyni, miután leraksz egy madarat a raklaphoz, és épp ezért nem kell erőszakosan az M2 hitekre menni. Sokszor elég csak megteremteni egy lehetséges hit helyzetét a képességeddel, és a túlélő kénytelen lesz vagy beleállni a króhitbe, vagy a karjaidba fog szaladni egy milliétekre. És ha már a madarak lehelyezéséről beszélünk, akkor van itt egy olyan aprónak tűnő dolog, ami sok artistnak már kisújból jön, viszont kezdőknek lehet, hogy fel se tűnik. Ha egy túlélőt egy chase közben szeretnél megsebezni a képességeddel, akkor érdemes először csak egy madarat letenni. Ha nagyon jól helyezted le, akkor instant megsérül a túlélő és minden szuper. Viszont sokszor lesz olyan, hogy egy szikla pixelen átment a varjú, és emiatt csak elözöllik a madarak. Ilyenkor pedig nagyon fontos, hogy az előbb csak egy madarat raktál le. Ugyanis nincs külön leírva részletesen a képességében, de minél több madarat indítasz útjára, annál több idő lesz, míg visszatölt a képességet, hogy újra használni tud. Ha csak egy madarat küldtél el, akkor pont annyi lesz a cooldown, hogy míg a túlélő próbálja elhesegetni a madarakat, te le tudsz helyezni egy újabb varjat, vagy akár kettőt, hármat, amik közül legalább egyel nagy eséllyel el fogod találni a túlélőt. Vagy visszatérve az előzőhöz, az még a másik eshetőség, hogy annyira próbálja kikerülni a madarak útját a Survivor, hogy beléd szalad. Viszont ha már az első alkalommal kettő madarat küldtél el, akkor épp le fogja tudni magáról szedni az illető a rajt, mielőtt újra tudnád indítani a következő varjú felhozatalt. Illetve ha teljesen eltűnnek a madarak, mert lejárt az egy helyben maradási idejük, akkor bitang gyorsan kapod vissza a képességed. Úgyhogy ha nagyon kijátszik téged egy loopnál egy túlélő, ne indítsd útjára a Dire Crow-kat, hanem inkább hagyd, hogy eltűnjenek. Gyorsan visszakapod őket, és próbálhatsz is újra túljárni a túlélő eszén. És lényegében pedig ezt a chase közbeni madarazást kell folyamatosan csiszolni. Hogy melyik loopnál hova érdemes tenni a madarat, hogy kizónázd a túlélőt. Melyik túlélő hogyan reagál a képességedre. Megpróbáld tovább szaladni, ha leraksz egy varjút, vagy nem ijed meg, és marad az addigi loopnál. Artisttal folyamatosan tanulni és tapasztalni fogsz. Ezen kívül pedig ott van még a pálya egyik végéből a másikba történő madárküldés. Ehhez nagyon nem tudok biztos tippet adni a csészek közbeni madár elhelyezésen kívül. Ugyanis ilyenkor is érdemes először csak egy madarat elküldeni, hogy az ellepje a túlélőt, majd a túlélő mozgásából következtetve elküldeni három madarat, amik közül az egyik eltalálhatja és megsebezheti a dodge-olni próbálót. Illetve megemlíteném azért még a double tap hitjét is artistnak.
Ezt egészen pontosan úgy lehet kivitelezni, hogy például a legegyszerűbb, ha egy genezőbb túlélőre küldesz madarakat. És azért mondom egyből, hogy madarakat, ugyanis ehhez kettő kell. Annyi a lényege igazából, hogy az egyik madarat lerakod egy irányból viszonylag messzebbről, ami a túlélőre néz, a másikat pedig úgy kéne lehelyezned valahogy, hogy közben közelebb mész már a túlélőhöz, és egy másik szögből menjen. Ugyanis gyakorlatban egy ilyen hit úgy fog kinézni, hogy ugye elküldöd a madarakat. Azok megindulnak, és ami közelebb van, az ellepi a túlélőt, és pont letelik, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a játék egyszerűen nem érzékeli, hogy egyszerre küldted ezt a két madarat, és a második varjú, ami hozzá fog érni a túlélőhöz, az meg is sebzi. Elég disgusting dolgokat lehet így csinálni artisztal, hogyha tényleg nem is számít rá a túlélő, de ne tessék szerintem azért eleinte annyira ezzel próbálkozni. És akkor most, hogy nagyjából szerintem mindent ledaráltam, nézzünk egy kicsit rá a csatornatagok kérdéseire. Elsőnek is, mit ajánlanék egy kezdő artistnak? Használja a zónázásra a képességét, vagy inkább próbáljon akróhidekre menni? Erre igazából nem lehet szerintem választ adni. Mivel ha azt mondanám, hogy menjen inkább a zónázásra, akkor arra ösztönözném a szárnyaikat próbálgató artistokat, hogy ne használják teljesen a képességet, hanem csak megfélemlítés szintjén mozogjanak vele. Ezzel viszont nem fejlődnének. De ha azt mondanám, hogy menjen a króhitekre, akkor pedig simán lehet, hogy ész nélkül próbálna madarazni, ami elég valószínűleg, hogy sokszor fog jól elsülni. Inkább azt mondanám, hogy próbáljátok felmérni a helyzeteket, és cselekedjetek úgy, ahogy azt ti jónak látjátok. Ha ez azt jelenti, hogy ott hagytok egy jól lupoló túlélőt, mert 1-2 perc elteltével még egyszer sem tudtad megütni, akkor hagyjátok ott azt a csészt. Idővel gyorsabban fel fogjátok ismerni ezeket a helyzeteket, és hogy mit érdemes csinálni, és szinte már reflexzerű lesz az egész. Egy további kérdés, hogy mi az, ami szerintem kötelező artiszt elsajátításához a türelmen kívül? És ez most lehet, hogy hülyén fog hangzani, vagy már szinte túl mélynek, de szerintem kell valamiféle alap érdeklődés vagy kötelék a killer képességének alapjaihoz. És ezt értem úgy, hogyha egyáltalán nem hoz téged lázba a Birds of Torment képesség gondolata, és a playek, amiket meg lehet vele csinálni, akkor csak azért, hogy elsajátíts egy erős gyilkost, nem érdemes neki kezdeni. Ott van Huntress, ha szeretnél egy ekte távolharci gyilkost, vagy Nurse, ha inkább tényleg csak a gyilkos erőssége és rugalmassága számodra fontos. Artist bitangerős tud lenni a jó kezekben, viszont nem mindenki fog ráérezni akár 10-20 meccs után sem az alapokra, és ez teljesen rendben is van. Van még meg annyi gyilkos, akik közül lehet válogatni. Boldi egy következő kérdése, hogy miképp lehet artiszt ellen hatékonyan csészelni? Egy iszonyat jó artiszt ellen nem feltétlenül lesznek hosszú csészeid. Úgyhogy ne tessék a képzeletben is toppert nézni. Úgy, mint egy jó spirit ellen is, úgy artiszt ellen is hatásos lehet egy 40-50 szekes csész. De amire érdemes lehet figyelni, hogy ne menj ki a pálya szélére. Ha egyszer odafutsz egy pálya széli fal mellett lévő loophoz, akkor ott nagy eséllyel a földön leszel nagyon hamarosan. Úgyhogy próbáljatok meg bevállalni egy crew vagy M1 hitet, ha egészségesek vagytok, és befutni valamelyest a map közepe felé. Itt ugyanis sokkal többet kell tippelni a gyilkosnak, hogy vajon merre mész majd következőnek, és neked pedig egyszerűbb dolgod lesz emiatt a madarak előli kitéréssel. Így is idővel kampóra fogsz kerülni, viszont megadod magadnak arra az esélyt, hogy sokkal hosszabban tud lefoglalni artistot. A következő két kérdést pedig összevonnám. Melyik pálya jó és melyik nem a gyilkosnak, illetve hogy mi a legnagyobb erőssége és gyenge pontja? Az erősséggel kezdeném, mivel ezt már elmondtam. Ez pedig a zónázás. Artist magja egyszerűen a zónázás, amit érdemes kamatoztatni minden egyes velement körben. Na de a gyenge pontja? Az egy rossz pálya. A számára jó pályákat azért nem sorolnám fel, mert a pályák 80-90%-a teljesen jó. Viszont az emeletes vagy különböző szintekkel operáló pályák,
nagyon le tudják limitálni. Főleg, ha tudják a túlélők, hogy ez mennyire fájdalmas tud számára lenni. A Bethlehem pályák véleményem szerint a legrosszabb a Curtisnak. Mert van egy emeleti generátor, egy az óvoda alatt, egy pedig a ház pincéjében, a többi pedig mind az utcán. És ha sikerül majdnem minden utcai generátort megcsinálni, akkor onnantól jóformán GGVP a túlélőknek az egész meccs. De hasonlóan kínszenvedős, ha nem kínszenvedősebb az RPD. Kevés pont van, ahol a szintek között lehet közlekedni, így a lehetőség is kevés, amikor pressure célpontot tudsz váltani. És akkor még azért megemlíteném Midwich-et és a mocsárpályákat. Ezeken már azért lehet mondjuk az egyik szinten vagy egy területen három genesztetni, amivel meg lehet nyerni a meccseket, de ha ez nem jön össze, akkor itt is meg fog gyűlni a gyilkos baj a nyomás fenntartásával. Ezeknek a stratégiáknak és információknak tudatában pedig itt lenne nekünk egy olyan kérdés, hogy nehézség tekintetében hova sorolnám Artistot? A játék közepes nehézségűnek írja a gyilkost, és ezzel egyébként egyet is értek. A képességet néhány kör után meg lehet érteni, viszont hatalmas mélysége van a gyilkosnak, amit a játékosoknak idő lesz, mire feltérképeznek. És ugyan Silgon első kérdésére már adtam egy részletes választ a fejezet elején, arra, hogy milyen perkeket és addonokat ajánlok, már is adom a választ. Kettő darab teljes build-el készültem nektek, egyel a kezdő artist játékosoknak kifejezetten, egyel pedig a már tapasztaltabb, bevállalósabbaknak. És kezdeném is a kezdő barát build-el. A Scourgehook, Pale Resonance és Grim Embrace artist sajátos perkjei. A Perezzel lehetőséged van egy kicsit visszaejteni a legjobban álló generátor készültségét, mikor egy túlélőt először akasztasz egy Scourgehookra. A Grim Embrace-szel pedig meg tudod tagadni a túlélőktől a szerelés jogát a túlélők első akasztása után, majd miután a negyedik túlélő is felkerül Scourgehookjára, 40 másodpercre lezáródnak a generátorok, és még az Obsession auráját is látni fogod egy kis időre. A maradék két percnek egy Gearheadet tettem be Slingertől, és egy bárki által egyből beszerezhető Spice from the Shadows-t. A Gearhead megmutatja a szerelés közben good skill check-eket eltaláló túlélők auráját, miután megsebesül egy túlélő. A Spice pedig jelzi nekünk, ha egy túlélő elriaszt a közelünkben egy varjút. És nem a képesség varjúra gondolok most itt, hanem azok, amik a pályán vannak. Addonoknak pedig az Automatic Drawingot és a Tiktárt ajánlanám. Előbbivel 1,5 másodperccel hamarabb használhatjuk újra a képességünket, ha maguktól tűnnek el az egy helyben lévő madarak. Az utóbbi pedig 0,5 másodperccel több idővé teszi, míg elhesegetik magukról a rajokat a túlélők. A bevállalós build viszont valóban rizikós, úgyhogy ne tessék rám kiakadni, ha egy nagy bukás lesz az első meccsedben, mert lehet, hogy a következőben az egyik legjobb artist élményedet fogod megszerezni. Az egész buildnek az alapja a Severed Hands addon. Ezzel, ha egy túlélőt ellep egy madárraj, a 3 méteres körzetéből lévő túlélők is kapnak némi társaságot. Ehhez pedig társul még a Thorny Nest is, ami a vérzékeny és csontörött hatásokat helyezi 70 másodpercre a madarakkal megsebzett túlélőkre. És ezt a két addont próbáljuk minden áron kihasználni a következő perkekkel. Itt van nálunk egy Hex Ruin és Hex Undying, egy Discordance és egy Surveillance. A Ruinnal maguktól kezdenek majd romlani a generátorok, amikor azokat éppen nem javítja egy túlélő sem. Az Undying pedig ezt a Ruinunkat védi meg. A Discordance jelzi nekünk, ha egy generátort több ember szerel, és akkor az elfeledett Surveillance. Amikor egy romlásban lévő generátort újra szerelni kezdenek a túlélők, akkor a generátor addigi fehér aurája sárgává vált. Tehát ezzel a build-el lényegében játszik könnyedséggel tudod felügyelni távolról is a geneket, és oda küldeni zavarásképp, és
Ha nem elég figyelmesek a játékosok, akkor többük is kap a madárrajból, és többen is meg tudnak sérülni egy jól bemért újabb madárral. Zárásképp pedig egy újabb kérdésre válaszolnék, miszerint tud-e vetekedni véleményem szerint Artista top tier gyilkosokkal? Egy bizonyos értelemben igen. Ügyes és értő kezekben, és nem egy szokás pályán, kellemetlen és feszült helyzetek alakulhatnak ki a túlélőkre nézve. Viszont van, hogy rosszabb a pálya, vagy nem megfelelő perkek vannak, és ezek mind-mind hatalmas hátrányba helyezik a gyilkost. Ja, tényleg, még egy kérdés. Mennyire flexibilis Artista addonok és perkek terén? Addonok terén mindenkinek szíve joga válogatni, viszont a perkekkel azért óvatosan. Egy teljesen aura build egészen hivogatónak hangzik addig, míg össze nem dob téged a játék egy distortion csapattal. Úgyhogy érdemes azért átgondolni, hogy hány perket szeretnéd kockáztatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem sikerült érthetően átadnom az Artista kapcsolatban megszerzett tudásom, és legalább egy kicsit tudtam segíteni a gyilkos elsajátításában. Melyik gyilkoshoz szeretnél még egy ehhez hasonló segédletet? Hozd meg velünk is a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebumps YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!